Jó estét kívánok! Önök a hírórában a híres híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híradóban. Hamarosan kezdődik a Károly Róbert körút építésének második üteme. Innovatív gyártásszimulációs gépet kapott a Kecskeméti Szakképzési Centrum. A növényzet letermelésével elkezdődött a 441-es főút felújítása Kecskemét és Nagykőrös között. Hamarosan kezdődik a Károly Róbert körút építésének második üteme. A több mint 4,4 milliárdos projektben Kecskemét egyik kulcsfontosságú gyűjtőútja bekapcsolódik az országos úthálózat keringésébe. A megépülő út hozzájárul a térség gazdasági szerepének erősítéséhez. A város közlekedésének szempontjából stratégiai fontosságú beruházás van folyamatban, mely nem csak Kecskemétet, hanem az egész térséget ki tudja szolgálni, mondta a Károly Róbert körút második ütemének projektnyitó rendezvényén ma Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. 30 éve szerepel a szerkezeti tervekben ez az út. 30 éve. Tehát mi 18-ban adtuk be a támogatási igényünket, 2018-ban, és 4 év alatt itt vagyunk, úgyhogy még a régészeink is megrégészkedték, és nem is akármilyen leletekkel, és úgyhogy egy nagyon komoly együttműködés alakult ki a Magyar Közút és a helyi erők között, hiszen egy nagyon komoly közútkapcsolati rendszere is van, ugye az ötös útba egy körforgalmi csomóponttal megépül a bekötése ennek az útszakasznak, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lépést tettünk és teszünk is. A Károly Róbert körút építésének második üteme 4,4 milliárd forintból valósul meg a Széchenyi 20-20 részbeni finanszírozásában a Magyar Közúttal közösen, melyhez Kecskemét önkormányzata több mint 1,7 milliárd forinttal járul hozzá. A második ütemben a Károly Róbert körút hiányzó szakaszának építése zajlik majd, mely a Margaréta utcai csomóponttól az 5-ös számú főút csomópontjáig húzódik 1135 méteren. A tervek szerint 2 körforgalom segíti majd a gördülékeny haladást, kerékpárutat és gyalogos járdát, valamint autóbusz öblöket is kialakítanak majd. Annak érdekében, hogy a lakóházaktól könnyebben elérhető legyen az út, szervizutat is építenek. A projektünk célja, hogy Kecskemét egyik legfontosabb gyűjtőútjának hiányzó szakasza kiépüljön, annak érdekében, hogy a város gazdasági és lakóterületei között a munkaerő mobilitás még gördülékenyebbé válhasson. A gyűjtőút jelentősége, hogy a városközponti közlekedési vonalakat tehermentesítsük, minél inkább tehermentesítsük, illetve a városrészek között és azok menti közlekedés lehetőségei igen nagy mértékben javuljanak. Az útépítést komoly munkálatok előzték meg, régészeti ásatások is zajlottak a területen, melyek során szarmata és avarkori leletekre bukkantak a régészek. Engert Jakabné alpolgármester azt mondta, fontos, hogy méltó emléket állítsunk őseinknek. A Széchenyi Városért Egyesülettel közösen egy helytörténeti installáció kihelyezését tervezik. Úgy gondoljuk, hogy ez a feltárt kincs, nem csak a múzeum falai között kell, hogy elhelyezésre kerüljön, és ott őrizzék ezt az ismeretet, hanem itt a feltárás helyszínén, mint egy helytörténeti jelként is, az utókor számára örökítsük meg. A városban komoly közlekedési fejlesztési projekt zajlik, ennek része a mostani útépítés is. A munkálatok várhatóan a 2023-24-es években fejeződnek be. Innovatív gyártásszimulációs gépet kapott a Kecskeméti Szakképzési Centrum. Az eszköz edukációs és szolgáltatási platformot teremt a munkaerőpiac által igényelt szakmai, valamint kompetencia és készségfejlesztő képzéseknek. Minden vezérlő hálózatban van kötve, a teljes rendszeren hozzá van kötve a számítógéphez is. Éppen azt a gyártásszimulációs gépet mutatják be, amelyet ma adtak át a Kecskeméti Szakképzési Centrumban. Egy G-napos projektnek köszönhetően ezzel az innovatív eszközzel tudott gazdagodni a centrum. Az ipar 4.0 kapcsán az ipar megújulása egy nagyon fontos dolog, és a új szakmák keletkeznek, a korábbi szakmák összeállításából elektronika, mechanika, programozás, PLC programozás, és egy ilyen gyártássori szimulációs eszköz pedig arra alkalmas, hogy az ezen szakmákat tanuló gyerekek tulajdonképpen szinte ipari környezetben tudják elsajátítani az ehhez szükséges tudást.
Azonban itt nincsenek meg azok a veszélyek, mint a nagy gépek között, de mégis ugyanazokat a feladatokat ismerhetik meg, és sajátíthatják el a tanulók, amellyel majd élesben, munka közben is találkozhatnak, főként a jármű és gépiparban. Óriási jelentőségű, hogy ma a Kecskeméti Szakképzési Centrumban egy olyan szimulációs eszközt fogunk átadni, amely gyakorlatilag egy valós gyári gyártócella körülményt teremtve ugyanazokat az eszközöket, ugyanazokat a részegységeket és folyamatokat szimulálja, mint amit innen a tanulók kikerülve a gyárba tapasztalnak. A szimulációs gép olyan, mint egy robotsor, mindegyiknek megvan a feladata. A projekt során 10 szakképzési centrum kapott lehetőséget a képzésfejlesztésre. Az ipar megújulása miatt ugyanis fontos és szükséges az ahhoz megfelelő szaktudás. Maga a projekt az 4 komponensből áll. Az egyik a vizsgaközpontok létrehozása, a másik az AKK, ágazati képzőközpontok kialakítása, ugye a harmadik a műhelyiskola dobbantó és orientációs évfolyam, és ugye a negyedik, amelynek jelen pillanatban a rendezvényén vagyunk, az az ipar 4.0-ás tudás megalapozó képzések, és ennek keretében helyezünk ki minden szakképzési centrumban egy gyártásszimulációs eszközt. Kecskemét Magyarország egyik járműipari centruma. A köszöntőkben elhangzott, hogy ezzel az új eszközzel a tanulók olyan szaktudással fognak rendelkezni, amely csak keveseknek adatik meg. Ezáltal a fiatalok magas képzettségű szakemberekké válhatnak. A 441-es főút Kecskemét és Katonatelep közötti szakasza mellett a növények letermelésével elkezdődött az útfejlesztés. A NIF ZRT beruházásában a főút mindegy 3 kilométeres kecskeméti szakaszát 4 sávosra bővítik, a nagykörösi Téglagyári utcától Katonatelep határáig pedig megerősítik az aszfaltréteget. A folyamatos fakivágás és a halomba rendezett törzsek jelzik, hogy a növények letermelésével elkezdődött a 441-es főút fejlesztése. A tereprendezés területe már jól mutatja, mennyivel szélesebb lesz az út a felújítás után. A főút mintegy 3 kilométeres kecskeméti szakaszát az északi elkerülő körforgalmától a Matthias János általános iskoláig 2x2 sávosra bővítik. A 4 sávosítás során Katonatelepnél 6 jelzőlámpás és 3 járműosztályozós csomópontot alakítanak ki, emellett létrehoznak egy jelzőlámpával ellátott gyalogátkelő helyet is. A kerékpárosok egy új bicikli utat kapnak, ugyanis az út szélesítése miatt a mostani kerékpárutat arrébb kell tenni. A fejlesztés a NIF ZRT beruházásában 8,5 milliárd forintból valósulhat meg. A 441-es főút mellett eközben már az M44-es gyorsforgalmi út kialakításának munkálatai is megkezdődtek. A munkák folytatásával az M44-es egészen elér majd az M5-ös autópályáig. A 441-es főút és a gyorsforgalmi út találkozásánál egy külön szintű csomópontot hoznak majd létre a kivitelező Hódút Kft. Szakemberei. Ma reggel 9 órakor az idegen nyelvi érettségivel folytatódott az írásbeli vizsgák sora. A diákok angolból közép- és emelt szinten adtak számot tudásukról. Az angol írásbeli érettségén csütörtökön középszinten több mint 49 ezeren vizsgáztak, emeltre pedig csaknem 20 ezeren jelentkeztek országosan. Megyékben 3284-en tettek angol vizsgát, közülük 765-en választották az emelt szintet. Középszinten az írásbeli vizsga időtartalma 180 perc volt. Az első feladatlap, vagyis az olvasott szöveg értésének kitöltésére 60, a második, azaz a nyelvhelyességi feladatra 30 perc állt rendelkezésre. 15 perces szünet után a hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következett 30 percben, majd 60 percük volt a diákoknak az íráskészséget vizsgáló feladatsorra. Az emelt szintű írásbeli vizsgán is ilyen típusú feladatlapok szerepeltek, ezek megoldására azonban 240 percük volt a diákoknak. A dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. Az írásbeli vizsgák május 23-án fejeződnek be, a szóbeli érettségi időszak pedig június 1-től 24-ig tart. Május 6-án pénteken 13 órától gyászmisén búcsúztatják a kecskeméti piarista templomban dr. Svébis Mihályt, a megyei kórház múlt héten elhunyt főigazgatóját, akit 15 órától a kecskeméti református temetőben kísérnek utolsó útjára. A temetése ingyenes különjáratok indulnak, és a kórházi parkolókat is díjmentesen lehet igénybe venni ezen a délutánon. Múlt csütörtökön tért örök nyugalomra dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház főigazgatója.
Halála nagy veszteség a szakma és az egész város számára. Sokan tisztelték, szerették őt, ezért nagy tömegre számítanak pénteki búcsúztatóján és temetésén. Az ökumenikus gyászmise pénteken 13 órakor kezdődik a kecskeméti piarista templomban. A család a személyes részvétnyilvánítás mellőzését kéri. 15 órától kísérik utolsó útjára dr. Svébis Mihályt a kecskeméti református temetőben. Mindkét búcsúztatásra érkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint gyalog vagy tömegközlekedéssel közelítsék meg a helyszínt. A református temető mindkét bejárata nyitva lesz, azonban gépjárművel egyik sem közelíthető meg. Javasolt menetrend szerinti busszal érkezni, de a mentőállomás busz megállójától a temetőbe ingyenes különjáratokat is indít a KEKO 14 óra és 3:43 között. A kórház hátsó P1 és P2 parkolói ingyenesen igénybe vehetők majd az autósok számára. A buszok a temetés után 4:30 és 5:30 között indulnak vissza a Kocsispál iskola megállójától folyamatosan, telítettségtől függően. Felborult és kigyulladt egy gépjárműveket szállító trailer ma reggel az M5-ös autópályán. A baleset következtében teljes sávzár volt érvényben az érintett szagaszon Szeged irányában. Autókat szállító tréler szakított át a stráda szalag korlátját ma reggel 6:30 után nem sokkal az M5-ös 88-as kilométerénél. A román rendszámú teherautó balesete miatt az egész érintett Szeged felé tartó szakaszt le kellett zárni. Először szalagkorlátnak csapatott, belső szalagkorlátnak, ezt követően pedig az árokban kötött ki úgy, hogy ráadásul még a kecskemétet jelző táblát is megrongálta. A kis teherautó felborult, és a borulás olyan szerencsétlenül történt, hogy még ki is gyulladt. Így a hivatásos tűzoltóknak nem csak áramtalanítani kellett, hanem bizony el is kellett oltani a lángokat. Az anyagi kár jelentős, súlyosabb személyi sérülés azonban nem történt. A baleset okait a rendőrség még vizsgálja. Eddig információink alapján nem zárható ki, hogy a sávokon átcikázó sofőr elaludt, vagy valamitől megijedt. A műszaki mentés elhúzódott, mivel Romániából érkezett tréler a kiégett teherautóért és szállítmányáért. A kibertér veszélyeiről és a kiberhigiéniáról tartott előadás dr. Krasznai Csaba, a Kiberbiztonsági Kutatóintézet vezetője tegnap a híres Senior Szabad Egyetemen. A legújabb előadás címe Kiberhigiénia 50 év felett volt, amivel legfőképpen az internetes csalókra hívták fel a figyelmet. Az előadáson elhangzott, milyen lényegbeli különbségek vannak a generációk között, ugyanis a mostani generáció már természetesnek veszi a közösségi médiát és az internetet. A Covid idején azonban az idősebbek nagy része is felment a világhálóra, hogy kapcsolatot tudjanak tartani családtagjaikkal. Mint hangsúlyozták, a kibertér a modern társadalom és a gazdaság működtetője. Azonban, ha nem figyelünk oda, hamar csalás áldozataivá válhatunk. A kiberbűnözés pedig már rátelepedett az idős generációkra. A jelenlévők megismerhették, milyen csalások léteznek, és hogy hogyan tudnak védekezni ellene. A témával bővebben kiemelő magazinunkban foglalkozunk. 3 év kihagyás után végre megint együtt ünnepelhettek a kecskeméti sportiskola kézilabdásai. Az ünnepség végén a 21-es-22-es évad legjobbjait díjazták. Szerda délután a Messzésvár sportcsarnokban tartotta a kecskeméti sportiskola kézilabda szakosztály az éves értékelőjét, gáláját. Vazul Zsolt, a kesi utánpótlás igazgatója köszöntőjében az elmúlt 3 év nehézségeiről és tanulságairól szólt. Külön kiemelte a szülők csodálatos hozzáállását. Ők voltak azok, akik kérés nélkül segítettek a rendkívüli helyzetben. Szemerénél Pataki Klaudia polgármester asszony elismerően szólt az eredményekről, és támogatására biztosította a lelátón ülő fiatal tehetségeket. Felnőttes értékrendek szerint nevelik a gyerekeket, hanem itt is lehet látni mögöttem, hogy a szivacs kézilabdázó kislányok, kisfiúk folyamatosan mosolyognak, élvezik, és azt gondolom, hogy ahogy a életkoruk növekszik, megy a képességfejlesztés és a technikai képzés szépen sorrendben, ahogy kell. Ez nekem nagyon szimpatikus. Az ünnepség végén a 2021-22-es évad legjobb játékosai díjazták, majd közös fotóval, állófogadással zárult a gála. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer, röviden. Hamarosan kezdődik a Károly Róbert körút építésének második üteme. A körút hiányzó szakaszának építése a Margaréta utcai csomóponttól az 5-ös számú főúti csomópontig történik meg 1135 méteren.
Innovatív gyártásszimulációs gépet kapott a Kecskeméti Szakképzési Centrum. Az új eszköz segítségével a tanulók olyan szaktudással fognak rendelkezni, amelyet csak keveseknek adatik meg az országban. A növényzet letermelésével elkezdődött a 441-es főút felújítása Kecskemét és Nagykörös között. A főút mellett már az M44-es gyorsforgalmi út kialakítása is folyamatban van. Pénteken gyászmisén búcsúztatják a kecskeméti piarista templomban dr. Svébis Mihályt. A megyei kórház múlt héten elhunyt főigazgatójának temetésére ingyenes buszok indulnak a mentőállomástól. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban először bemutatjuk Bátyai Bencét, a Four Points by Sheraton Kecskemét 26 éves séfjét. Ezután beszélgetést láthatnak az OKTV győztes Török Ágostonnal és felkészítő tanárával Varga Józseffel. Végül kiberhigiéniáról szóló előadásunkról készült összeállításunkat láthatják. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken nyugat felől megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet. A nap első felében még kevesebb, majd egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A szél nagyobb területen megélénkül, zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. Szombaton a délalföldön kevesebb, máshol több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. Ugyanakkor továbbra is lesznek száraz területek, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 26 fok között valószínű. Vasárnap a fátyol felhők mellett erőteljesebb gomoly felhőképződés várható, az ország nagy részén több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, szorványosan előfordul zápor, zivatar, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl le a levegő, délután 19 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.